Az ékes szólás a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója. Erre az Arisztotelész idézetre alapozva kellett maximum 6 perces beszédet írniuk a jelentkezőknek, majd azt előadniuk a zsűri és az érdeklődők előtt. Igazából én az utolsó pillanatban jelentkeztem, és már nagyon régóta szeretnék közönség elé állni, és még jobban egy szónoklattal. Nem csak szónoklattal, felolvasással is jelentkezhettek a diákok, és idén sokkal többen döntöttek a felolvasás mellett. Csupán 3 diák vett részt a versenyen szónoklattal. Mindenki, aki ezen a szónokversenyen részt vesz, vagy bárki, aki szónoklatot mond, valamiképpen arra vállalkozik, hogy azokból a dolgokból, amik az ő fejében vagy szívében ott vannak, megpróbál valamiket átvinni más emberek fejébe, illetve szívébe. A felolvasás versenyre egy 3 perces szöveggel jelentkezhettek a hallgatók, az előre begyakorolt szövegek mellett azonban improvizálniuk is kellett. Egyrészt szövegfelolvasás, ami egy előre begyakorolt felolvasásnak az itteni bemutatása, illetve minden versenyző a helyszínen kap egy kötelező szöveget, amit egy kb. 10 perces időtartam után föl kell olvasnia a zsűrinek, illetve az érdeklődő jelenlévőknek. Ezen kívül, a felolvasáson kívül van még a szűkebb értelemben vett szónokverseny, ami egy szónoki beszédnek a megtartását foglalja magába. A szónokokra is várt egy improvizációs rész. Az ékes szólás versenyét néhány évvel ezelőtt hirdették meg először, a megmérettetést egyszer Újvidéken, egyszer pedig Szabadkán tartják.